Sziasztok! Még azt akartam mondani, hogy a fűtés a jó termosztáttal ebben az időben, ami valójában ez mínusz 19, csak ugye meg kellett, hogy mozduljon a levegő a hőmérőnél. Ugyanúgy egy 2-3 kilométeres, nagyon finom haladás után jön meg a langyos levegő. Mutatom a füst helyett a gőzt. Még egyelőre mindig hideg a motor. És a hangja a motornak. Mínusz 19 fok van, még egyszer mondom. Amit én hallok zörgésnek az az, hallom a szivattyúzást, az adagolónak a sütkolását, ugye nagyon sűrű a gázolaj. Vissza is ülök, mert itt azért már van fű. Hát itt milyen? Igazából most 5 kilométert jöttem, de iszonyat finoman. Ugye, ahogy kell járatni egy dízelt, sehogy nem kell járatni a dízelt. Lefagyott az orrkamera is. Azt is vissza kell még raknom. Szóval ugye elmondom közben, miközben ezt megpróbálom visszarakni, bár szerintem nem tudom, mert hogyan tudtam visszarakni, meg van fagyva a műanyag, úgyhogy ez marad itt. Ja, hát elfagyott a teljes szett. Szóval ilyen időben is megjön a fűtés, ugyanannyi távon. Hogyha most elkezdtem volna neki gyorsulni kifelé, és nyomok egy kis gázt, és akkor ugyanaz az 1,5-2 kilométeren már langyos levegőt fúj. Szóval ha jó a termosztát, akkor egy dízel is bemelegszik, hogyha úgy használod, ahogy kell. Azaz nem várod a csodát, és melegíted a semmit, mert ugye alapjáraton így most nincs veszteséghő, és nem melegszik a motor, hanem hűl. Ugye a műszer még nem mozdult meg, de már van bőven fűtés, az a kis köröm már jóval langyos alatton a víz. Most azért járatom egyébként, hogy egy kicsit hűljön vissza a turbó. A francot azért, hogy halljátok a hangját. Itt most a leállítást még meghallgatjuk. De szerintem az is ugyanilyen zökkenőmentes. Hát erről ennyit. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Csumi!